Önarcképeim az írásaim folytatásai, mondta Tolnai Ottó. Az író szembenéz önmagával, így készülnek a miniatűr önarcképei. Valami akadémikus portrét kértek tőlem a Digitális Akadémiától, hogy kérjek meg egy festőt, hogy festsen, és ez nagy pánikot idézett elő nálam, és bezárkoztam a szobámba, és megpróbáltam magam rajzolni önarcképet. A képeket nem klasszikus módon készíti a szerző. Gyufaszállal, náddal és más tárgyakkal fest. A színvilág érzelmeket, gondolatokat fejez ki. Itt van a félelemtől a lírai, a száj, a szem külön, a szószátyárkodás, az aranyszájú, stb. Szóval magamnak a különböző profiljait kicsit ironikusan is próbáltam megragadni. A Homorú versektől a Tengeri kagylóig című esten Csányi Éva és Boskó Krisztik irodalmár beszélgetett Tolnai Ottóval. Az író munkásságát díszpolgári címmel jutalmazza Szabadka szeptember 1-én, a Városnapi ünnepi díszülésen.